Üdvözlöm kedves nézőnket! Itt vagyunk Földünk egyik legérdekesebb pontján, amely számos irodalmi és filmes alkotás ihletője. Több neve is van ennek a vidéknek. Tündérvölgy, Erdély, románul Transzilvánia, németül Siebenbürgen, melegül Erdély. Tudja, miért hívattam ide? Fogalmam sincs. Miért nézett maga kiskorúakkal buzis filmeket? Ezek a szülők pletykákat indíthatnak el. Ki fog rúgni? Ez az iskola nem engedheti meg magának, hogy bármelyik tanáráról ilyesmi kiderül. Buzi taxisofőr, buzi villanyszerelő, buzi állatkertigazgató, az kit érdekel? Egy buzi tanár, az katasztrófa. A meleg az ember legközelebbi élő rokona. Genetikai állománya csak nem megegyezik a miénkkel, ebből kifolyólag külsőre teljesen hasonlítunk. Dolgoztam étteremben, van tapasztalatom. Felszolgálnék, mosogatnék, takarítanék, ingyen jó egy kis ebédért. Utána jött a Kártyás Sanyinak a bátyja, és egy kicsikét meglegyintette a fejedet. Meglegyintette? Meg. Jó, hogyan legyintette meg? Egy cég. Félj, Csórin! Forgatni kezdted az ingetet a fejed felett, mint valami balfasz, smultos helikopter. És ez baj? Bajnak éppen nem baj, csak itt nálunk nem szokás. Mivel mindkettő természetes élettere az emberi társadalom, gyakran igen nehéz megkülönböztetni a homo sapiens-t, a homoszexualistot. Bennük van jó érzés. Tőlünk nem kell félni. De nekünk. Nekünk viszont van rá. Van egy szivaratunk? Nincs. Mintha két különböző... És magácskának? Neki sincs. Őt kérdeztem, nem? Nem dohányzunk. Viszlát. A kislány nem tud válaszolni. Nekem sincs. Na, ugye nem is volt olyan nehéz. Van egy jó nagy bőrszivara. El akarod szívni? Menjünk innen. Hogy megváltoztál, Dénes? Érettségi óta nem láttalak. Mi van veled? Én is meleg vagyok. Hallgatunk, amikor kinevetnek bennünket. Hallgatunk, amikor nem tartanak minket nőnek. Vagy férfinak. Amikor betegnek neveznek. És hallgatunk, amikor a saját választott képviselőink ellenünk szavaznak. Látni fogjuk, hogyan él Erdélyben egy csodálatos, alsóbbrendű faj. Tartsanak velem!